Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy az a nagy pillanat, illetve az van, hogy olyan pillanat, amely igazából fontos a város, az önkormányzat szempontjából, különösen fontos ez a listelekedés, illetve a hajbírálás és földfelkülési szempontjából. Hiszen tegnap született meg az a döntés Berlinbe, ami alapján a német kormány véglegesen jóvá hagyta annak a 6,5 millió eurónak a lehívási lehetőségét, amellyel az elkövetkező években teljesen meg tudnánk újítani a palicsi tónak a kinézetét, a palicsi tóvízének a minőségét, illetve a rudasi tónak a vízének a minőségét és a környezetvédelmi projektok megvalósítását. Ma írtuk alá azt a jegyzőkönyvet, ami alapján, miután a jegyzőkönyv és a jelentés elvészküldve Lübecki Krisztensen asszony részéről a német kormányhoz, a német kormány alá fog írni azt a szerződést, amely jóvá fogja adni a pénzek lehívását Szerbia számára. Ez egy komoly munka volt a háttérben, és mindenféleképpen meg szeretném köszönni azoknak az embereknek, akik reálisan másfél évben dolgoznak komolyan ezen a munkán, hogy ide jussunk el. Azt kell tudni, hogy még pár hét ezelőtt kérdéses volt ez a 6,5 millió Szabadkára fog jönni, hogy esetleg a migránsoknak a pénzelésére. Megköszönném azoknak az embereknek, akik ebben részt vettek, megköszönném Kuzsvár József úrnak, aki a munkacsoport elnöke volt, megköszönném Márton Ferenc úrnak és Zsikerek úrnak, aki a munkacsoportnak a tagjai voltak, és külön meg szeretném köszönni azt a nagy segítséget, amelyet Pisel Ramán adott ennek a projektnak a megvalósítására, illetve ide tudtuk eljutni, hogy ez a 6,5 millió az elkövetkező 3-4 évvel egy tudjuk hívni, és teljesen más helyzetet tud teremteni Palcson és utasító környékén. Óriási kihívás lesz az önkormányzat részére, óriási kihívás lesz a közvaltaik részére, a vízművek részére, illetve Palcs utas közvalt részére, hiszen nekünk konkrét feladataik vannak. Az elkövetkező másfél évben meg kell oldanunk a teljes anyagi kérdéseket a túlpartokon, el kell készítenünk a részletes szabályozási terveket, a közváltatnak el kell készíteni a tervdokumentációkat, és ez a 6,5 millió euróból lesz pénzelve a szennyvízelvezetése Palics településről az új szennyvíztisztítóra, ebből az összegből lesz 2 millió értékben pénzelve a teljes építése a csatornahálózat Palics településen, ebből a pénzből lesz pénzelve a csatornahálózat építése hajdőrás és udas településeken, ebből a pénzből lesz pénzelve a szennyvíztisztítónak a paraméternek a javítása, ami a fosszor mennyiségét illeti meg a tóba bejut, körülbelül valamennyi több mint 2 millió euró értékben, és ezekkel az intézkedésekkel lesz igazából a tó vízének és a tó környékének a kinézet és a minősége teljesen más, mint hogy most néz ki. Azt gondolom, hogy egyedülálló lehetősége van most az önkormányzatnak, illetve a közvaltoknak arra, hogy azt a 3-4 évtizedes egyhelybe tapogást, amely jellemző volt a problémák megoldására az elmúlt időszakban, áttörjük. Egyedülálló lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy az elkövetkező 4-5 évben megteremtse mindazokat a feltételeket, amelyekkel a tóvízének, mint tavakvízének a minőség, illetve maga tóval teljesen rendezett, és azt gondolom, hogy egy európai minőségű, környezetvédelmi szempontból pedig teljesen elfogadható minőséget biztosítson. És mindenféleképpen fontos ez számunkra, hiszen ez fogja az alapját nyújtani annak, hogy az elkövetkező időszakban, az elkövetkező évben is, illetve az elkövetkező években is a turisztikai fejlesztési kapacitások, amelyekre igazából reális lehetőség van a Palicson, elinduljanak. A környezetvédelmi projektumok mentén ez mindenféleképpen alapját fogja képezni annak is, hogy az elkövetkező években megjelenjenek a stratégiai beruházók a turisztikai hotelkomplexumok képítésére, és ezáltal egy komoly gazdasági injekciót, illetve fejlesztés, fejlődést biztosítsanak a önkormányzatnak, illetve az itt élő polgárhoz. Én meg szeretném a végén köszönni Lübecki Krisztensen asszonynak is és az ő csapatának is, hogy kitartottak Szabadka mellett. Meg szeretném köszönni ezeknek az embereknek, akik több alkalommal jártak Szabadkán és készítették el ezt a projektumot, hiszen ez egy nagyon nagy munka volt, és mindenféleképpen azt kell, hogy mondjam, hogy az elkövetkező 3-4 évben is óriási munka vár rájuk is, az önkormányzatra is, és a közvallatokra is, akikre ezek a munkafeladatok rá vannak állítva, hogy kárkányi egyezik ezt a munkát. Szép pillanat ez, nagy munkának a végén vagyunk, de azt gondolom, hogy még nagyobb munkáknak az elején vagyunk az elkövetkező időszakra vonatkozóan, és igazából az a lényeg, hogy sikerült holtpontról kimozdítani ezt a helyzetet, és megtalálni azokat a megoldásokat, amik alapján teljesen másképp fog kinézni Palics és Udas tava 5-6 éven belül.
Mi nagyon örülünk annak a lehetőségnek, hogy több éves áron tud valóra vanni, hogyha csak Palicsi lakosságok szempontjából nézik azt a problémát, hogy a szennyvíz elvezetés milyen komoly gondot okozott több háztartás számára, akár hajtógyárásra vonatkozóan is előre tudunk mozdulni, és ebben a projektben tulajdonképpen mind a két településnek van most egy jó esélye arra, hogy ezt mi hamarabb megoldjuk. Kérdeznék, hogy ez milyen rövid távon tud megvalósulni. El tudom mondani, hogy 2016-ban elkészülnek a tervek, az építésengedélyes tervek a palicsi helyi közösségre vonatkozóan, és több mint valószínű, hogy hajójárásra is. És maga a szennyvíz csatorna hálózat kiépítését pedig 2017-ben szeretnénk megvalósítani. Tehát mi ezt nem gondoljuk, tehát bármi, ami ránk vonatkozik, építkezés, tehát azt meg fogjuk valósítani még 2017-ben. Tehát 2018-ban inkább a másik közvállalatnak lesznek tevékenységei a palicsitóval, a utasítóval kapcsolatosan. Azok a tervek, amelyek már régóta készek, és nagyon vártuk annak a lehetőségét, hogy meg is valósítsuk, az igazából a palicsi helyi közösség összes szennyvízének az áthozatala a szennyvíztisztítókhoz. Erre megvannak a terveink, úgyhogy ez a beruházás is 2017, mert indulni tud is szerintem ugyanabban az évben be is fejeződik. Ugyanezen a vízminőséggel gyakorlatilag mind a két tóval, mind a ötös kategóriába tartozik. Hát azért tartozik az ötösben, mert ennél rosszabb nincs, úgyhogy pillanat még ez a helyzet, és mi egy úgynevezett kettes besorolást szeretnénk elérni hosszú távon, ami gyakorlatilag egy fürdőzésre alkalmas tavat jelent, tehát emellett még azt is jelenti, hogy az érintett a tóba az élővilág majd egyensúlyba kerül. Tehát nekünk főleg az a célunk, ennek egy pozitív mellékhatása lesz majd az, hogy lehet fürdni is.